Őszies színekben pompáznak a kereskedők standjai az idén gyümölcsöktől és a zöldségektől. A tekintetet vonzó termések között már ott bujkál a kis barna szelíd gesztenye is, mely jellemzően októberben érik, így már megtalálható a győri vásárcsarnok pultjain is. A gesztenye körülbelül egy hét elején, egy hete jelent meg a piacon. Magyar, Somogyból származik, de egyelőre nagyon, nagyon drága, kategorizálják, ilyen három, hát nagyságával külföldön, még a szépségéből. Ez a gesztenye, az a közepes méret, nálunk az ára, eladási ára bruttó 1990 forint per kiló. Mennyien keresik egyébként? Keresik már most? Minimális a kereset a gesztenyére, nem egy olyan nagy érdeklő. Hétvégén van nagyobb a tömeg a piacon, akkor azt mondom, hogy nagyobb a keresetre. Van belőle az olasz gesztenye, ami szép, nagyszemű, darabos, és van belőle a magyar gesztenye, ami apróbb és az olcsóbb. Melyik az, amit keresik? Keresik egyáltalán már itt a vásárcsarnokban? Hát igen, lassan elkezdik keresni a gesztenyét. Hát kétféle vevő van. Van, aki árat nézi, van, aki a minőséget nézi. Ma hoztunk először gesztenyét, Velemből hoztuk, termelőtől hoztuk, és szépen megszáradt, most már fogyasztható. Az árak tekintetében a csarnokon belül is vannak különbségek. Az 1990 forintostól kezdve egészen a 2400 forint per kilogrammos áron keresztül a 3400 forintosig megtalálható a zöldséggyümölcsösöknél. Minden attól függ, honnan származik és milyen méretű a szelíd gesztenye. Az árak jövőbeni változását is különböző módon jósolják a kereskedők. Természetes, hogy olcsóbb lesz, ahogy közelítsük a karácsonyfejen, hogy nagyobb lesz a választék, több kereskedő, több termelő tudja hozni a portikáját, és ebből kifolyólag a gesztenyének is le fog menni az ára. Szerintem idén itt semmiféle árcsökkenés nem lesz. Ugye üzemanyagok hozzák magával a ára emelkedést, amit most már nagyon nem akarnak elfogadni a vevők. Tehát biztos, hogy itt probléma lesz a árakkal. De ennek ellenére azért el fogják vinni a gesztenyét. Lassan, nem mindegy, hogy valaki most tud venni 20 dekát, vagy tud venni fél kilót, vagy egy kilót. Ugye? Hát ez ennek a függvénye, ár mindig annak a függvénye. Tartja az árát, ha bejön, amikor az import, majd akkor egy picikét mérsékelni fog, hogy valamennyit tudjon az importtal versenyezni. Jól megpakolja zacskóját gesztenyével ez a férfi. Elmondása szerint az őszi-téli időszakban rendszeres az asztalukon a közkedvelt csemege. Nagyon finom. Főzve, sütve. Nagyon finom. Milyen gyakran fogyasztják egyébként ebben? Amikor ősszel, csak akkor tudunk hozzáférni, meg hát ugye mi vidékünkön nem terem meg. És az mit jelent? Hetente hány alkalommal lesz? Hát egy-két alkalommal ilyenkor ősszel, hogyha sikerül. Sütve és főzve is ízletes, a gyerekek és felnőttek is ehetik nyugodtan, mert kifejezetten egészséges. Kiváló fehérje forrás, de található benne E és B1, B2, B6 és C vitamin, kálium, foszfor, kalcium, magnézium, vas, cink, mangán és réz is.